Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Velke Imre, a KDNP országgyűlési képviselő, az Igazságügyi Bizottság elnöke, televíziónk jó barátja, és ami akkor, hogyha a mi vendégünk természetesen a Felkomból nem maradhat ki, az Ima reggelik szervezője és bevezetője a magyar parlamentbe, ez nagyon aktuális, hisz imádkozni kell azért, hogy életben maradhassunk, annál is inkább, mert ma már nem csak Ukrajna és Oroszország háborúzik, hanem a Közel-Keleten is eszkaláció van. Minden ilyen háború és nem tévedésből mondom, mi vagyunk az örökkévaló, teremtett minket két lábbal, az örökkévaló viszont teremtett állatokat is. Emlékszünk Noéra, ugye a Tórából, meg a Bibliából, ma van a vadállatok világnapja. Milyen hatással vannak ezek a háborúk és ez az egész eszkaláció, ezekre ki tud nekik mentséget adni? Mert gondolom, hogy a vadászok nem csak levadásszák, hanem etetik őket is, meg gondoskodnak az egészséges szaporatról, de most megmenteni kell őket. Ezt látjuk, ahogy Ukrajnából menekülnek hozzánk is ezek a szerencsétlen állatok. Hát Péter, mindennek előtt engedd meg, hogy Rosh Hashanát kívánjak. Köszönöm a nézők nevében. És kívánjam azt, hogy a reményeink teljesedjenek be, és az Úr írjon be minket az életkönyvébe. Úgy legyen, amen. Amen. Valóban ma az állatok világnapja van, október 4-e. Először is fölmerülhet a kérdés, miért pont október 4-e az állatok világnapja. Ma a Ferencek ünneplik névnapjukat, és azért van ma Ferenc nap, mert Assisi Szent Ferenc, eznek ezen a napon volt a mennyei újjászületése, ekkor szólította el az Úr. Assisi Szent Ferenc a 13. század elején már azt mondta, hogy az állatokat védeni kell, az állatok a mi nagy barátaink és segítőink, és szeretni kell őket. Milyen érdekes, hogy több száz évet átívelt a történelem, és tulajdonképpen a 20. század elején jutottunk oda, amit a 13. század elején Assisi Szent Ferenc mondott, hogy legyen állatok világnapja. Védjük az állatokat. És valóban felelősek vagyunk értük. Felelősek vagyunk értük, de mindemellett nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy az embereket is védenünk kell. Mert sokszor arról elfeledkezünk. Elfeledkezünk a fele barátainkról. Elfeledkezünk a szomszédról. Lehet, hogy segítünk egy kóbor kis cicának, de amikor ott van egy elesett ember, akkor nem feltétlenül megyünk oda hozzá. Én ezt még jobban továbbfejleszteném. Van Budapestnek egy gyönyörű kerülete, amelyik nem szenved hiányban. 13. kerület, Lipócia, ahol bizony laknak szegény emberek is, és gazdag emberek is. És olyan is előfordulhat, hogy két nyugdíjas, akinek körülbelül 300 ezer forintja jön össze, nem tud az épület fejlesztésére fizetni, és nagyon kellemetlen azt hallani, hogy a Lipóciába nem csak egyszer lakást venni kell, hanem azt tartani, és ha nem tetszik, akkor menjenek a Teleki térre. Élő, két lábon járó, Isten hívő emberek hogy mondhatnak ilyet? Tehát, mert azt mondtad, hogy figyeljünk a szomszédra is, figyeljünk a szomszéd lelkére, kérdezzük meg, hogyha az ajtaját nem nyitotta ki 3 napig, hogy talán szüksége van valamire. Most, amikor háború van a Közel-Keleten, emberek, akik az egyik vallásos, a másik egy más vallású, ha egyáltalán istenhívő, bekopognak, hogy te szükséged van valamire, akkor itt, ahol nincs háború, mi miért nem kérdezzük meg a másik embert, hogy jól vagy? Akarsz-e két mondatot váltani? Nagyon fontos lenne. Nagyon fontos lenne az, amit mondtál, mert ez mutatná meg igazából az Isten arcúságunkat.
ugye az emberi jogok is miből fakadnak? Nem a francia forradalomból, hogy deklarálták, mint ahogy sokan azt gondolják, hanem a teremtettségünkből, hogy mi az Isten arcára, a mindenható arcára lettünk teremtve. És minden emberbe elhelyeztetett egy láng, egy lélek. A nesamá. Igen. Még a születése előtt. Még amikor... a születése előtt, így van, ahogy mondod, szó szerint, és az ott van benne, hiába akarja elfedni bármennyi bűnnel, vagy csak az úgy, ott van benne. De ott van benne. És ha lehet, és ha más nem, akkor halál a napján majd igazmondó emberé válik. Úgy van. Tehát az a fontos, hogy ezt a tüzet, ami bennünk van, ezt ne eltakarjuk, ne véka alá tegyük, ne az asztal alá tegyük, hanem akasszuk ki, és hogyha kiakasztjuk, akkor odafordulunk a másik emberhez. Ezt megtennéd, hogy elmondanád a parlamentben is, hisz elnézést, ha bírálom a parlamentet, az ottani légkör ráragad az utcára is. Egyszer figyeljék meg, amikor Hiller István az ellenzék pacsoraiból beszél a miniszterelnökkel, vagy amikor a miniszterelnök válaszol neki. Nem is, nincs a szótárában a két embernek sem, hogy hazudtál, sem, hogy áruló vagy. Szóval kulturáltan pedig egy világba élnek, de valami közös nyelven beszélnek. Nem lehetne, hogy a többiek is erről példát vegyenek? Péter, így van. Én magam többször ezt és más példázatokat is el szoktam mondani a parlamentben, és az is igaz, amit mondtál, hogy kölcsönös tisztelet van a két személy között. A két személy nem, hogyha... És ugyanannak bármilyen, a nemzetállamnak a tagjai. Úgy van, ha bármilyen kérdésben nincsenek azonos platformon, nem az a céljuk, hogy a másikat személyében alázzák meg, hanem az a cél, hogy az egyik a maga módján, a másik a, szintén a maga módján elmondja az álláspontját. De mintha mind a kettő ugyanazért a hazáért a saját szemszögéből harcolna emberi módon. Mert hogy azért megismerik a teremtés történetet? A Brésitet lehet, hogy elolvasták? Elképzelhető, sőt több, mint elképzelhető. De lehet, hogy a Jobb könyvét is. És mit tudsz te tenni az ima reggelikkel, hogy ez járványként ráragadjon a többiekre? Ugye az ima reggeliknek az a lényege, hogy a mindenhatóra irányítsuk a figyelmet, hogy azt mondjuk, hogy bármit is teszünk, hogyha azt nem a nagybetűs igazság szellemében tesszük, akkor az hasztalan. Akkor homokra építkezünk, és nem kősziklára építkezünk. Azt mondjuk, hogy bűnbánatot kell tartani. Senki nem bűntelen. Azt mondjuk, hogy ha megtisztulunk, és utána újra kezdünk, lehet, hogy újra meg fogunk botlani, de akkor is azzal a jó szándékkal indulunk tovább, hogy ugyanabba a kátyúba ne essünk bele. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van az ima reggelinek, azért, mert nem csak egy egyszerű kapu van a kupolacsarnokba, ugye, ahol maga az imaterem van, és valamilyen szinten összeköttetésben van a Szent Istváni Szent Koronával is, hanem az a kapu, az egy transzcendens kapu is, ami elválasztja egymástól a profánt és a szentet. Mert amikor ott belépünk, és közösen imádkozunk, akkor a profán dolgok leesnek rólunk, és a probléma az, hogy a mai világban nagyon sokan a profán dolgokat tartják a legfontosabbnak, amik tulajdonképpen mellékes dolgok, és a lélek dolgait pedig lényegtelennek tartják, ami pedig a legfontosabb. Szavaid hallatán időutazáson veszek részt, és a 20-as éveim elejére gondolok, amikor a rabbi képző növendéke voltam, és rendkívüli civil hallgatója az akkori Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémiának, amikor ezeket a kifejezéseket, ezeket a szavakat hallottam. Hogy a fenébe létezik,
hogy az órákon zsidók, keresztények és mindenféle más vallásúak együtt tudtunk lenni, megértésbe, szeretetbe, és még azt sem zavart, ha tudtuk azt, hogy van közöttünk olyan, aki elmeséli majd a hivatalos szerveknek, hogy miről beszélgettünk, és én már akkor tudtam, hogy egy szép napon távozom, mi nem tudtam, hogy majd egyszer vissza is jövök, és hogy azt az embert is szeretni kell, mert nem tudni, hogy minek hatására teszik velük ezt, amit tesznek. Talán ezért értek azzal egyet, azzal a kormány véleménnyel, hogy hagyjuk ezt magunk mögött, ne felejtsük el, de hagyjuk békén, hisz a biológia megteszi a magáét. Valószínű, ebben is igazad van, és ami ennél fontosabb mégis, hogy amit megéltél, úgymond nagyon ifjú korodban, az most megvalósul az ima csoportba. Zsidók, keresztények együtt imádkozunk. Weisz akkor... Péter ott van velünk, közösen imádkozunk. Na jó, Weisz Péter egy vallásos zsidó, aki a Barankovics alapítványnak az elnöke, és van történelmi áttekintése. Én azt szeretném hallani, hogy azt mondod, hogy a volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, és a DK tagjai, és a Szocialista Párt, és mindenfélék, akik ott vannak, elnézést a mindenféléért, hogy talán még a Mi Hazánk, akikkel nem szeretnék együtt kávézni, vagy a Jobbik is betér, és adnak 5 percet a saját lelküknek és lelkiismeretükből. Ha van nekik. Ez mindenkinek megadatik, a kérdés az, hogy éle vele, vagy mással él. Mi a fontos az életében? Ezt minden embernek magának kell eldönteni. Hát, tehát hogyha senki... a nesámával kezdtük, akkor azzal a különbséggel, hogy milyen koporsóba temetnek minket, végén odaérünk, és semmit nem viszünk magunkkal, talán az újévi mézet, ami az egyiptomiaktól napjainkig fennmaradt. És... Ez így van teljesen. És az, aki úgy gondolja, hogy ez az életének ez a pár évtizede, amit itt tölt a Földön, ez arra szól, hogy minél több vagyont halmozzon fel a saját maga érdekében, szerencsétlen egy nagy tévedésben van. Én a magam részéről sajnálom az illetőt. Sajnálom, mert lehet bármilyen gazdag, ahogy mondtad, lelki szegény. A tenyere nyitva van fölfelé, akkor bárki bele tud nézni, és láthatja majd a koporsóba, hogy mit visz magával a túlvilágra. Nem azt viszi, amit vagyont, hatalmat így gyűjtött, hanem azt viszi, azokat a kincseket tudja vinni, amit rozsda, nem mar, tolvaj nem tud ellopni, amit már itt a Földön a mennyei Jeruzsálembe gyűjtött. Köszönöm, hogy velünk voltál. Sajnos a bizottság munkájáról nem tudtunk beszélni, pedig nagyon aktuális lenne, de ezt majd a jövő héten, amikor egy kis időt szakítasszánk, megoldjuk, hisz millió kérdés van, ami a jobb együttlétünket, társainkat a társasházba, emberbarátainkat az utcán, a volán mögött, a színházba, vagy akár a templomba. És ha még egy szót szabad kapnom, akkor annyit mondanék, hogy Bajkai István, közös barátunk, nagyon sokat küzdött azért, hogy, akit elszólított már az úr sajnos, nagyon sokat küzdött azért, hogy az emberek jobban figyeljenek egymásra, és hogy segítse az ő életüket. Tehát most is szeretettel gondolok rá. És ha már Bajkai Istvánt említetted, akkor én viszont arra kérem önöket, barátaink elmennek, de családjaik itt maradnak. És azért, mert a barátaink elmentek, ne felejtsük az itt maradt családokat, kérdezzük meg, hogy vannak. Talán szükségük van valamire, egy jó szóra. És aki megkérdezi a másiktól, hogy miben segíthet, higgyék el, hogy ő lesz gazdagabb, nem akinek segíteni akart. Igen, ez olyan, mint amikor, ha ajándékot kapsz, úgymond jó dolog, de ha te adsz ajándékot, az még nagyobb öröm.
És akkor már is úton van már a stúdió felé Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet romániai szakértője, mert érdekel minket az is, hogy mi történik a szomszédban, ahol már lassan megérkeznek az ultramodern amerikai harcigépek és légerhárító ütegek. Vajon miért fegyverkezik Románia, és lemaradunk-e mi ebben a versenyben, vagy nem? Akkor rajta már is folytatjuk tovább. Köszönöm Bejkei doktor úrnak, hogy itt volt. Áldott szép napot kívánok. És visszavárjuk, és nagyon boldog, örömökbe gazdag hétvégét kívánok. Köszönöm szépen.